Székely Zsolt vagyok, az Edmontoni Magyar Református Templom jegyző presbitere. Köszönettel tartozom Panda Alkos főszerkesztőrnek, valamint a Hazám TV-nek a lehetőségért, hogy az advent és a karácsonyi beszédet ezúttal elmondhatom. Nehéz két év van mögöttünk, de ismét bebizonyosodott, hogy mi magyarok kemények és edzettek vagyunk, és én úgy gondolom, hogy az Istenbe vetett hit is nagyon segített bennünket kibírni a nehéz időket. Elérkezettnek látom a pillanatot, amikor jó magam és a presbitérium nevében meg szeretném köszönni önkénteseinknek az egész évben mutatott, talán emberfeletti teljesítményeket. Számtalan nehézségünk volt az elmúlt két évben. Volt tetőbeázás, fűtés probléma, anyagi nehézség, és persze volt ezzel a gyönyörű pandémia is, ami az egyházunkat is súlyosan érintette. Soha nem tapasztalt nehézségeket okozva, és amikor szinte kilátástalannak tűnt a helyzet, mindig jött egy megoldás, ami kiutat mutatott. Masszív az a kapocs, ami összeköt minket, és úgy néz ki a nehézségek, ez csak edzik. Jó ezt látni és tapasztalni, és reménykedve gondolok a jövőre, és bízom benne, hogy jó lesz a következő év is, nektek köszönhetően. Egy Müller Péter idézettel szeretnék elköszönni. Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe. A szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az eszeddel nem hiszel. Áldott adventet, meghitt karácsony ünnepeket kívánok minden magyar testvérünknek szert a nagyvilágban. Keresztény testvéreim, ebben a rövid kis adventi köszöntő videóban engedjétek meg, hogy egy ígével köszöntselek benneteket. A Márk írása szerint való Szent Evangélium első fejezetének harmadik versével. Isten igét tehát a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból olvasom az első fejezet harmadik versét. Kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit. Egyetlen egy rövid kis gondolatot hadd fűzzek az ígéhez, készítsétek meg az Úrnak útját. Karácsony táján sok mindenre készülünk. Mégis nagyon sokszor azt tapasztaljuk, azt érezzük, hogy felkészületlenek vagyunk. Az adventi időszak egy Istentől kapott, drága lehetőség arra, hogy készüljünk, ne csak külsőleg, hanem belsőleg is, készítve azt az utat, amelyen találkozhatunk az értünk megszületett, az értünk meghalt és feltámadott, élő Jézus Krisztussal. Az ő vele való találkozásban gazdag, áldásaiban gazdag, áldott, békés adventet kívánok, áldott ünnepet, és Isten áldásaiban gazdag, boldog új évet. Áldás, békesség, békesség Istentől. Szeretetteljes köszöntés mindenkinek, a Calvin Magyar Református Egyház és a presbitériuma és a gyülekezete nevében is 2022-ben, amikor karácsonyra készülünk. Bizony komoly idők vannak mögöttünk, úgy néz ki, hogy a nagy világjárvány kicsit lecsenget. Istennek hála azért is, hogy túléltük, és hát együtt készülhetünk a következő karácsonyra. Karácsony előtt az adventi időszakban általában izgatottan készül mindenki karácsonyra. Bizony a szekuláris mindennapi életben talán az ajándékvásárlás egy kicsit túlságosan is a nagyobb szerepet játszik a lelki készülődésnél. Viszont mi itt a templomban megpróbálunk a lelki készülődésre koncentrálni. Nekünk ugye könnyebb, mint 2000 évvel ezelőtt az akkori pásztoroknak és a királyoknak, akik hit alapján tudták, hogy Jézus születése következik, jön el, és úgy készültek hit alapján, voltak izgatottak és várták a Mesiás megérkezését. Mi ugye 2000 év után már tudjuk a történet végét is, hogy tulajdonképpen nagypénteken az Úr Jézus Krisztus a testélet ige feláldozta magát az életünk, és húsvétkor föl is támadt. Mindamellett ugyanúgy izgatottan készülünk karácsonyra, és a megváltók születésére való készülésben
mindenkinek hitet, jó egészséget és a jövőbe vetett szintén hitet és jó akaratot kívánom. Különösen amikor ugye a világban azért elég sok bajt látunk magunk körül, de azért látjuk az ígéretet Jézus Krisztusban.